Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Tipikus egygólos meccs volt a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság első tavaszi nagy rangadója, amit a Bonyhád és a Tamási játszott a Völgységben. A közönségnek már tetsző utolsó negyed órában mindkét csapat számára megvoltak a lehetőségek, de a befejezéseknél nem volt meg a kellő higgadtság és összpontosítás a csatároknál. Már a taktikai felállás, a hadrend eleve árulkodó volt, tartott egymástól mind a két bajnokesélyes élcsapat. Ezt jelzi, hogy mind a tamási, mind a bonyhádi szakvezető Jammel Haruna és Köllő Roland a szokásos négy, olykor három középpályás helyett ezúttal öttel állt fel. A gólt nem kapni elvét mindenek fölé helyezve. Ennél fogva egy viszonylag lassú játékot láttunk sokáig, s a középpálya átjátszása abból a szempontból, hogy gólhelyzetek is teremtődjenek az ellenfelek kapuja előtt, sokáig úgy 70 percig kilátástalannak tűnt, birkóztak rendesen egymással a csapatok. Tipikus egygólos meccs volt a tavasz első nagy rangadója, amit a pirosmezes Bonyhád azért nyerhetett volna meg, mert az utolsó negyed órában egyértelműen jobb volt, fölényben játszott, gólhelyzeteket is kialakítottak. A tamási pedig azért nem örült az egy pontnak, mert a végjátékban volt két olyan nagy zicsere, ami a Bonyhádnak nem, amely kontrákból bőven elvihették volna, ha értékesítik mind a három pontot Bonyhádról. A legnagyobbat éppen Jammel Haruna, a csapat gólkirálya frontembere hibázta el az utolsó percekben. Az a baj, nem? Ez a védők fáradt voltak, ezért a középpályát nem tudtunk felmenni, csak a kontába tudtunk ízélni. Igen. Rákérdeztünk a megyei gólkirály jelöltnél kihagyott zicserére is. Nehéz a félpályáig futódni a labdával, a 16-os. Jó a kondíció, csak egyedül se elég. A bonyhádi játékosok szomorúan mentek az öltözőbe, és úgy érezték, nem egy pontot szereztek, hanem kettőt vesztettek. Igazságos döntetlen eredmény született, küzdelmes mérkőzés volt. Szerintem ez a 0-0, ez egy reális volt. Remélem a nézők, a szurkolók jól szórakoztak. A Köllő Roland edző látott előrelépést az elmúlt hetek olykor akadozó támadó játékát alapul véve egy komoly védekező csapat ellen. És a hozzáállás a küzdőszellem ezúttal azt hiszem mindenkinél maximális volt. Most sem volt igazából jó, de ma szívüket, lelküket kitették a pályára. Az, hogy ez mire lesz elég, ez a döntetlen, nyilván a bajnokság végén ki fog derülni. Jövő héten megyünk Tolnára. Nyilván, hogyha ott nyerünk, akkor mi nagyjából letudtuk a rangadókat. Én azt gondolom, hogy ez a döntetlen a Tamási ellen még értékes is lehet. Nyilván mindenki szeret nyerni, azért is jöttek le a srácok ilyen bosszusan, mert sportemberek és szeretnének nyerni. A listavezető Tamási ereje elsősorban az afrikaiak helyezkedésében, rutinjában, gyorsaságában rejlik. Négyen vannak a keretben, Jondo Ato, Haruna és a télen érkező Oyedi. Jó, nekünk tulajdonképpen egyszer csak három lehet a pályán, csak az a baj. Jó lenne négyen, de most így nem tudunk semmit csinálni. A harmadik Bonyhád 5 pontos hátrányban van a Tamásival szemben, de egy meccsel kevesebbet játszott. A második tavasszal nagyon bekezdő, győzelme győzelemre halmozó Tolna már csak egy ponttal gyűjtött kevesebbet a Tamásinál. Bizony ekkora harc még nem volt mostanában Tolnában a megyei első osztályú bajnoki címért labdarúgásban. Babakocsival, kisgyermekkel, sétálva, kocogva, futva, kerékpárral, vagy akár virtuális otthon teljesítéssel, az autizmus világnapjához kapcsolódva különböző formájú sporttevékenységükkel támogathatták a spektrumzavarral élőket a szekszárdiak és környékbeliek az esőmanók jótékonysági futáson és kerékpározáson. Április 2-a az autizmus világnapja, amihez kapcsolódóan világszerte rendeznek jótékonysági figyelemfelhívó eseményeket. Szekszárdon a hétvégén mozgással támogathatták a betegséggel élőket a Tolna megyei autistákért egyesület által szervezett
ötödik esőmanók, esőmenők jótékonysági futáson és kerékpározáson. A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy felhívják a helyi lakosok figyelmét arra, hogy az autizmussal érintett emberek és családok itt élnek közöttünk, próbáljunk türelemmel és elfogadással közelíteni feléjük. Az idei évben már ötödik alkalommal került megrendezésre. A legelső évben, ha jól emlékszek, ilyen 278 fő környékén jöttek el, de a második évre már megduplázódott, múlt évben több mint 650 nevezőnk volt, és az idei évben, ha jól tudom, az előbb szóltak a többiek, hogy kevés lesz a befutó érem, úgyhogy ismét 650 fő nevező felett vagyunk. Illetve még azt is elmondanám, hogy most először volt arra lehetőség, hogy virtuális otthon teljesítéssel bármelyik távot teljesíthetik, ennek volt egy előnevezési formája, és rögtön így első próbálkozásra több mint 50 fő nevezett virtuális otthon teljesítésre. Tehát így összességében, ha azt nézzük, akkor több mint 700 nevezőnk van. 3, 2, 1, 2, 3. Több távot, több formában tehettek meg a résztvevők. A legrövidebb 1 kilométert családosan, babakocsival vagy gyermekekkel is teljesíthették, de a kicsik akár kismotorral is végigmehettek rajta. A komolyabb sportolók, mozogni vágyók az 5 vagy a 11 kilométeres távok közül választhattak, utóbbit akár kerékpárral is teljesíteni lehetett. Azt szerintem nem muszáj futniuk, csak gyalogolni, gyorsan sétálni vagy kocogni is elég, de lehet látni, hogy vannak, akik bicikliznek. Ez nem muszáj futni. A hangsúly a mozgáson, a közösségi élményen és a jótékonyságon volt. Sokan személyes érintettség miatt döntöttek úgy, vannak, akik már a kezdetek óta minden évben, hogy teljesítenek egy távot. Elsősorban ilyen figyelemfelkeltés részünkről, hogy tényleg eljön ide mindenki, egy picit látják, hogy ezek az autista gyerekek pont olyanok, mint mások, egy picit másképp gondolkodnak, de fontos, hogy itt legyünk, és felkeltsük a figyelmet. Az óvodában van egy csoporttársunk, Vanda, és ő érte futunk ma. Az egész csoport az oviból. Igaz, Mati? Emellett sok egyéni sportoló, futócsoportok, sportegyesületek is évről évre részt vesznek, akik esetében a kiváló sportolási lehetőség mellett nagy motiváció a nemes cél is, amiért mozoghatnak. Az esőmanó futásnál szerintem inkább maga a cél motiválja a sportolókat, mert ugye nincsen eredményhirdetés, nincsen távolkénti bontás. Arra inkább ott vannak a különféle versenyek, borvidék félmaraton például, úgyhogy itt maga inkább a nemes cél, ami összehozza a város, a futókat. De voltak olyanok is, akik gumicukorért szedték a lábukat. Volt egy fogadásunk az edzővel, hogyha megelőzünk, akkor mindenkinek hozzá egy zsák gumicukrot, ha meg ő előzve minket, akkor mi hozunk egyenként mindenkinek egyet. A futást évről évre kiegészítik kísérő rendezvények. Idén fellépések, gyerekkoncertek, táncbemutatók, közös zenés bemelegítés, ingyenes játszóház és kitelepült véradás színesítették a programot. Az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alapszakaszának hajrájában az Albafehérvárt fogadta az ASE. A meccs pikantériája az volt, hogy a Fehérvárról szezon közben menesztett Dzunic meccselt a helyét átvevő Jesus Ramirezzel, mégpedig sikerrel. Pikáns meccset játszott az atomerőmű SL férfi kosár csapata az alapszakasz utolsó előtti fordulójában. Azt az Albafehérvárt fogadta, mely decemberben menesztette Branislav Dzunicot, aki jelenleg az ASE edzője. Revansot vett a szerv mester, ugyanis küzdelmes meccsen 74-57-re verte az Albafehérvárt a bajnokság 23. fordulójából elhalasztott mérkőzésen. Bár a találkozó korántsem volt olyan sima, mint a végeredmény. Minden egyes labdáért és pontért keményen megküzdött mindkét csapat. Az ASEM 10-2-es rohammal kezdett, de végül az Alba nyerte az első etapot. Ennyit engedélyeztek a paksiak, mert innentől kezdve, hogy a vezetést átvették, ki sem engedték a kezükből. A paksiaknak a 17 pontos győzelem biztos középházi folytatást jelentett, míg a Fehérvárt ez letaszította az alsóházba. Nagyon kemény mérkőzést játszottunk. A végén sikerült elhúznunk eredmény szempontjából, de ez végig egy elég fizikális mérkőzés volt, és nagyon örülök neki, hogy
az apróbb hullámvölgyeinkben is higgadtak tudtunk maradni, és nagyon nagy lépést tettünk a céljaink felé, és dolgozunk tovább, bízom benne, hogy ezen az úton tudunk maradni. Együtt volt a társaság, és nagyon örülünk ennek a győzelemnek. Azt gondolom, hogy ezt a meccset a védekezéssel tudtunk nyerni, és azért minden dicséretet a játékosom, mert valahogyan eddig mindig úgy éreztem, hogy a támadásban jobban játszunk, de mai meccsen tényleg a védekezésünk nagyon rendben volt. Szeretnék gratulálni a Paksnak, abszolút megérdemelten nyertek. Ez volt a szezon, hanem legfontosabb mérkőzése. És nem, tehát nem mérges vagyok az egész csapatra, mert nem lehet így kezdeni ennyi eladott labdával. Sajnos innentől kezdve nem a saját kezünkben van a sorsunk. Az utolsó fordulóban az ASEK kikapott hazai pályán a Körmenttől, aki ezzel a győzelemmel meg is nyerte az alapszakaszt. A paksiak a 8. helyen zárták, és a középházban folytatják a bajnokságot. Az Alba pedig az alsóházban. A harmadik meccs dönt az elődöntőbe jutásról a KSC Szekszárd Győr összecsapáson, a női kosárlabda NB1 rájátszásában. Az első magabiztos szekszárdi győzelmet hozó találkozó sem volt feszültségektől mentes, ám a 3 pontos győri sikerrel végződő visszavágó után elszabadultak az indulatok olyannyira, hogy a szekszárdi edző Gyokics Zsejko a mérkőzés közben le akarta parancsolni csapatát a pályáról, a meglátása szerint párját ritkítóan elnéző, ezáltal gyanús játékvezetés miatt. Azok után, hogy a KSC Szekszárd egy nagyon kemény fizikális kosárlabdát hozó első mérkőzésen a negyed döntőben 20 ponttal legyőzte a CMB Cargo Unigyőr csapatát, a szurkolók, de a szakmai közvélemény is arra számított, nem lesz harmadik meccs, a tavalyi bajnoki ezüstérmes a rosszabb napot fog ki Győrben, de meg lesz a negyed döntőben jutáshoz szükséges minimális győzelme. Nem így történt. A Győr 60-57-re megnyerte a meccsbe folyamatosan visszajövő szekszárdiak elleni találkozót. Nem tudok mit beszélni itt kosárlabdáról. Én szégyellek, hogy itt ebben a meccsben voltam kosárlabda edző, mert amit mai történt, 60-57 eredmény. Azt jelenti, nagyon keves pont meccsben. Hazai csapat dobott 37 büntető dobás. Mi dobtunk 14 büntető dobás. Mi vagyunk, véleményem szerint, jobb csapat, 20 ponttal. És hogy miért kellett ez állandóan támadó falokat nekünk? Nem tudom, mit magyaroznom egy Erika meg Kolnak, mit kell máskor csinálni. Vagy bárkinek, bármelyik játékosnak. Frida játszott, Frida, mint valami gyerek, Frida Heldenberg, itt ma játszott 15 perc, vagy kevesebb kipontozott 5 fállal. Ez az, amit mondtam. 32 buntető, mi 14 buntető. A KSC vezetése panasszal élt az MKOS játékvezetői testületéhez, az őket szerintük tolerálhatatlanul sújtó játékvezetés miatt, aminek azonnali kivizsgálását kérték. A Győr pedig följelentette a Szövetség Fegyelmi Bizottságánál a szekszárdi szakmai stáb egyik tagját, állítólag az őket folyamatosan szidalmazó becsmérlő, becsületsértő magatartása miatt. Így nem mindennapi belvillangások közepette játsszák az elődöntőbe jutásról döntő harmadik mérkőzést KSC Szekszárd otthonában. Fiúknál a Nikola Tesla szerb gimnázium, lányoknál pedig a Dunakeszi Radnóti Miklós gimnázium csapata nyerte a B-kategóriás kosárlabda diákolimpia országos döntőjét. A szekszárdi Garai János gimnázium lánykosarasai ezüstérmesek lettek, míg a pécsi Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma játékosai a 6. helyet szerezték meg. Felsorakoztak a fiú és lány csapatok a B-kategóriás kosárlabda diákolimpia országos döntőjének megnyitójára. A Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának amatőr kosarasai már többször eljutottak a legjobbak közé.
Hát nagyon boldog lennék, ha lenne plusz 10 pontom az egyetemen, de egyébként egyelőre az első 10-be bekerülni már nagy megtiszteltetés lenne. Meg vagyok elégedve, mert nem volt túl sok edzésünk, és nem tudtunk túl sokat gyakorolni, de idén próbáltunk jobban odafigyelni erre, és hát reményekkel teli lesz, úgy gondolom, ez a mostani. Igazából én második éve vagyok itt ezen a versenyen, és tavaly annyira nem sikerült jól, mint gondoltuk, de ez évben sokkal bizalmasabbak vagyunk az iránt, hogy majd jobb lesz, és tényleg bízunk abban, hogy most erősebbek leszünk, és összetartóbb lesz a csapat. Baranya megyét a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának csapata mellett a Lővei Klára gimnázium lány, illetve a Janus Pannonius gimnázium fiú kosarasai képviselték. Nagyon örülök neki, mert nagyon népszerű, és a Magyar Diáksport Szövetséggel együtt már régóta, majdnem minden évben országos döntőket, és nem csak kosárlabdában, hanem más labdajátékokban is lebonyolítunk, és nem csak Pécs városában, hanem a megyében is közel 14 ezer fiatalnak évente szervezünk versenyeket a szövetséggel együtt, és nagyon örülök neki, hogyha minél több gyermeket a helyes életmódra és a sportra tudunk terelni. A B kategória azt jelenti, hogy érvényes versenyengedéllyel rendelkező kosarasok nem szerepelhetnek a csapatokban. Én azt hiszem, ha fognak itt a elkövetkezendő három napban mérkőzéseket látni, hogy azért nagyon magas színvonalú, különösen a mezőny első fele. Ugye azért ezek a gyerekek készülnek erre, tehát azért úgy amatőr ez, hogy az iskolába edzenek, testnevelő tanárok, elhivatott szakemberek azért ugyanúgy fölkészítik őket, csak ugye nincs minden héten, minden hétvégén mérkőzésük. Lányoknál a Dunakeszi Radnóti Miklós gimnázium csapata nyerte a B kategóriás kosárlabda diák olimpia országos döntőjét. Nagyon régóta dolgozom velük együtt, úgyhogy én bíztam bennük, úgy jöttünk, hogy a döntőbe szeretnénk, és ott majd meglátjuk, de képzeletemet felülmúltával játszottak itt a lányok most. A döntő volt a legnehezebb mérkőzés. Mindig nem a játék miatt volt nehéz, hanem a lelki nyomás miatt nehéz, amikor valamit akarunk elérni, és a lányok is annyira szerették volna, úgyhogy ez volt a legnehezebb. A szekszárdi Garai János gimnázium lánykosarasai ezüstérmesek lettek, míg a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma játékosai a hatodik helyet szerezték meg. Hetente egyszer tudtunk készülni csütörtökönként, nagyon lelkesek voltak a lányok egész évben, úgyhogy azt gondolom, hogy amit ki lehetett hozni ebből a hét mérkőzésből, kihozták maximálisan, és nagyon-nagyon boldog vagyok én is, és azt gondolom a lányok is. Mondhatnánk, hogy első bálozók voltunk itt, mert nem jutottunk még sosem négy közé, úgyhogy azt gondolom, hogy az, hogy második helyen zártunk, nagyon boldogok lehetnek a lányok is, és én is az eredménnyel maximálisan elégedett vagyok. A torna All-Star csapatába beválasztották a szekszárdi Angyal Rékát is. Én nagyon-nagyon élveztem, mert igazi csapatként működtünk együtt egész végig, és nagyon sokat dolgoztunk az egész évben, hogy ez jól sikerüljön. A tanár úr is nagyon támogatott minket egész végig, meg mindig mindenkiben meglátta a jobbat, és így egymást is folyton motiváltuk, és ez így nagyon-nagyon jó volt. Fiúknál a Nikola Tesla szerb gimnázium csapata lett a 2018-19-es szezon diákolimpiai B-kategóriás bajnoka. A Zenbukán Kempo érdekessége, hogy olyan távol-keleti elemekből is építkező küzdősportról van szó, amit magyar ember alapított, mára pedig világkarriert futott be az ágazat. Az 1960-as években, amikor személyes misszióként kezdte Magyarországon terjeszteni az alapító Harnos Imre, a kommunista hatalom komoly fenyegetést látott a kezdeményezésben, és illegalitásban edzettek, tanultak a sportolók. A Zenbukán Kempo modern harcművészeti stílus, alapítója Harnos Imre, Ausztráliában élő nagymester. A stílus a Shaolin Kempo, a Jiu-Jitsu, a karate és az ökölvívás technikáit ötvözi, és igyekszik összeállítani egységes harcművészeti stílussá. Technikai repertoáriában megtalálhatóak mind a pusztakezes, mind pedig a fegyveres alaptechnikák. Igazából nem olyan régen kezdtem el a Kempót, körülbelül majdnem 20 éves voltam, már az egyetemi éveim alatt ismertem meg előtt, tehát tradicionális jiu-jitsuval foglalkoztam, és egy ismerősöm mutatta meg az egyetemen, hogy van ez a Kempo, és nagyon megtetszett, hogy azért itt már a határaimat feszegettem, és ez egy nagyon kemény küzdősport, ahol azért egy különböző célokat lehet kitűzni magamnak, és fejlődhetek. Úgyhogy igazából ez 2010-ben kezdődött el úgy igazán, és azóta intenzíven tart, és mint versenyző is, ugye, és mint edző is, segédedző is.
ezen a pályán mozgok. Versenyeztem, illetve ma az ifik voltak, ugye, és a felnőttek, vagy vannak, úgyhogy a gyerekeket majd egy későbbi versenyre fogjuk vinni. Most én már túl vagyok a technikai számokon, illetve egy küzdelmi számon az áviadal, az a full contact bunyós küzdelmen, és még van hátra egy földharc. Eddig technikai számokban annyi ellenfelem nem volt, viszont nagyon fontos volt, hogy itt is megmérettessem magam, még akkor is, ha csak magammal versenyeztem, mert április 10-én repülünk Portugáliába a Nemzetközi Kempó Világbajnokságra, ahova viszont hát több ezer versenyző lesz, és elég komoly lesz a mezőny, úgyhogy igazából az arra kiélesített technikai számokat próbáltam ide már úgy pódium előtt megmutatni, illetve hát nyilván a küzdelem az viszont sikeres volt, első helyet szereztem, egy ellenfelem volt, úgyhogy ez is egy jó kis előmérkőzése annak, ami majd ott vár rám. A házigazda Baranya Kempó HSE 1994 óta a megye több településén is működik, így Bolyban, Hidason, Pécset, Romonyán és Bogádon. Összesen 100 versenyzője van a klubnak, gyerek, ifjúsági, junior és felnőtt kategóriában. Technikai versenyszámokban egyszer kell pástra lépni, a küzdelmi versenyszámokban pedig tehát egyenes kieséses rendszer van, tehát ahány ellenfeled van, ez alapján derül ki, hogy hányszor kell majd pásra lépni. Természetesen a legjobbat várjuk a mi egyesületünktől is. Mi itt nem indultunk most olyan sokkal, mivel igazából mi most az emberi erőt adjuk itt a verseny hátterének, de van egy-két versenyzőnk, főleg a fiatalabbak. Egyelőre a mostani verseny eredményeink, amik már kiderültek, azok jók. Tehát van pár aranyérmünk így szerénytelenség nélkül. A versenyzők létszámában egyértelmű fejlődést látnak a szakemberek. Az elhivatott edzőknek köszönhetően egyre több klub nyílik, sok ügyes kempókával, akik szívesen megmérettetik magukat a versenyeken. Kempóban az a jó, hogy teljesen komplex, tehát nem csak formagyakorlat van, nem csak földharc van, van minden, tehát ütirugi, földharc, dobásküzdelem, fegyverhasználat, tényleg az önvédelemnek ez a eszenciája, hogy mindent lehet használni. Én úgy látom, hogy nagyon fejlődik jelen pillanatban a Zenbukán Kempó, tehát mondhatni, hogy havi szinten nyílnak új egyesületek, új klubok az országban, és így lassan most már 2500-3000 fő kempóka van, akik rendszeresen edzenek és kempót gyakorolnak az ország területén. Pont ez a jó benne, hogy tradicionálisnak hiszi mindenki, de ez egy abszolút modern és fejlődő sportág, harcművészet, tehát folyamatosan a vizsgaanyagunk, a vizsgakövetelményeink megállás nélkül módosulnak, tehát nincs olyan, hogy megmaradunk valaminél, és azt akkor a mindenen keresztül megpróbáljuk átvinni. Ugye, ahogy fejlődik a világ, úgy fejlődünk vele mi is. A mai napon egy önvédelem versenyszámban sikerült nyernem, tehát mester kategóriában sikerült egész jó kis mezőnyben elsőjét szereznem, illetve a mai napon földharcon fogok még indulni, gi és gi nélküli fogásnemben. Itt az az újdonság, hogy kempóba bevezettük a földharcon azt, hogy lehet testre ütni, de csak akkor, ha az egyik ellenfelek közül az egyik fél a földön fekszik, tehát a földön van, akkor alulról felülről lehet dolgozni. Ez egy picit megbolondítja a földharc szabályrendszerünket, nem az a hagyományos birkózás. A Zenbukán Kempó érdekessége, hogy olyan távol-keleti elemekből is építkező küzdősportról van szó, amit magyar ember alapított, mára pedig világkarriert futott be az ágazat. Az 1960-as években, amikor személyes misszióként kezdte Magyarországon terjeszteni, az alapító Harnos Imre, a kommunista hatalom komoly fenyegetést látott a kezdeményezésben, és illegalitásban edzettek, tanultak a sportolók. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!